Köszönjük, Atyánk, hogy itt lehetünk ma este, kicsit késve, de köszönjük ezt a lehetőséget, hogy most jöttünk a Te igédhez, és lehetünk közösségünk egymással. Köszönjük, Urunk, a Bibliaiskolát, hogy ezen keresztül tanítasz minket, hogy adsz nekünk kijelentéseket az igédből, és köszönjük, hogy tanítványok lehetünk, hogy figyelhetünk a Te szabadra, és megragadhatjuk, és alkalmazhatjuk az életünkben. Úgyhogy azért imádkozok, Uram, hogy csak legyen áldás így ez a ma este mindenkinek. Hadd értsük meg így a te akaratodat, amit ma így gondolni akarsz nekünk. És tényleg imádkozunk így a gyülekezetünkért, hogy te adj áttöréseket emberek életében, te adj áttörést a gyülekezetünk életében. Add, Uram, hogy minél többen Uram csak beálljanak így az elhívásba, és éhesek legyenek az igére, és tényleg egy ilyen intenzív hit legyen így közöttünk, és hogy tényleg csak így előre tudunk menni az elhívásunkba gyülekezetként, hogy elérjünk embereket, tanítványozunk embereket, és Uram, tényleg csak így ragyogjunk itt Békés Csabán. Úgyhogy áld meg a Bibliaiskolát, Urunk, még ezt a pár órát, ami hátra van ebből a szemeszterből, és aztán a jövő évet, Uram, és ott, hogy még többen akár itt tudjanak lenni, és tényleg csak így tőled várjuk a növekedést, Urunk. Úgyhogy áld meg ezt a ma estét, és kérjük, hogy szólj a te szellemeden keresztül, Urunk, és hadd legyen tápláló mindannyiunknak, és tényleg csak egy áldott közösség, hadd legyen itt egymással. És te veled, Jézus, amen. Amen. Na, úgyhogy múlt órán egy fontos témát néztünk meg. Ti, akik nem voltak a Gyuri Évi, csak egy kicsit akár beszélték róla, kicsit, hogy fölemlegessük, hogy mitről volt szó. Beszéltük arról, hogy a gyülekezetnek van egy elhívása, van egy küldetése, Istennek van egy akarata, minden gyülekezettel és minden helyi gyülekezettel, és megnéztük ezt, hogy mi ez, és hogy tudunk ebbe beleállni, és azért tettük ezt, mert az igazság, az a tapasztalat, hogy egy gyülekezet igazából nem tudja, hogy mi a látás, hogy merre van az előre, akkor nagyon könnyen maga körülforgó gyülekezet lesz, nagyon könnyen ilyen civakodó gyülekezet lesz, igazából egy idő után nem fognak jönni új emberek, mert nincs a küldetésben a gyülekezet, nincs Isten akaratában a gyülekezet, nem mozdul együtt Istennel a gyülekezet. Úgyhogy azt néztük meg, hogy ugye a gyülekezetet hasonlítottuk ugye egy almafához. És mi a gyümölcse egy almafának? Még egy almafát, mert beavatottak ott. Ugye, hogyha egy almafának csak alma lenne a gyümölcse, akkor egy idő után nem volna alma, mert meghal a fa, nincs több gyümölcs. Tehát ugye az almafában ott van úgymond a potenciál, hogy rengeteg almát teremjen, ugye amik a hívők jelen esetben, és ezekben benne van az, hogy alma erdő, ő akár kinőhessen egy almának a magjaiból, úgyhogy végső soron ugye a cél a sokszorozódás, a cél az, hogy egy gyülekezet megsokszorozza magát, és ugyanígy nyilván hívőket, tehát hívők. Ugye emléket, még tudjátok mondani ezt a folyamatot, hogy néztük meg ezt a négy lépéses folyamatot, ahogy a gyülekezet megsokszorozza így önmagát? Emlékeztek még? Hát csak logikai, tehát hogy hívők sokszor. Igen, hívők sokszor, tehát jönnek emberek, akik megtérnek. Aztán gyülekezet. Tanítvány. Igen, tehát a hívőkből tanítványok lesznek, ez a folyamat, és utána tanítványok lettek. Vezetők. Utána vezetők képződnek, tehát vezető nélkül nem tud elindulni egy gyülekezet, ugye, tehát kellenek vezetők, akik mondjuk vezetik a csapatot, akik ki vannak küldve egy másik gyülekezetváltás. Tehát hívők sokszorozódása, tanítványok sokszorozódása, vezetők növekedő vezetők képzése, vagy kinövése, úgymond egy gyülekezetből, és aztán ugye utána lehet plantálni egy másik gyülekezetet. Úgyhogy ugye
ez történik a szegedi gyülekezetben is, történt is már egyszer, meg ez a látás, ez e felé haladt Pásztor Csaba is, mert igazából minden egészségi gyülekezet e felé haladt, hogy legyenek tanítványok, aztán képeznek vezetőket, nyilván akinek olyan ajándéka van, ezt fölismerik, és aztán képez vannak ezek az emberek. Nálunk van most Szegeden vasárnaponként havonta egyszer ilyen vezetői alkalom, és nagyon élvezem igazából ezekről beszélünk, hogy mit jelent embereket vezetni, hogy kell embereket vezetni, mit ír az ige róla. Ja, úgyhogy egy csomó dolog, és nagyon nagy áldás is. Képződnek a vezetők. Úgyhogy igazából itt is ez a cél, hogy a gyülekezetünk elfelé haladjon. Most ugye nyilván mi nagyon az elején tartunk a folyamatnak, tehát egyelőre úgymond nincsenek vagy kevesen vannak új hívők most. Nyilván itt van Aurél, itt van a nemfeleség élettársa, aki még valószínűleg nincs megtérve, de alapvetően mi nem túl sok új hívő, sőt, lehet, hogy nem is volt talán egy új hívő még a gyülekezetünkben, de e felé haladunk, tehát ez a vágyunk, hogy e felé növekedjen a gyülekezet, és jöjjenek emberek, akik megtérnek utána, mert szellemi gyerekeink lesznek, jó? Lehet, hogy ez egy jó gondolat, ami gondolkodhatsz otthon, hogy tehát Istennek a vágya, hogy minden embernek legyenek szellemi gyerekei. Valakinek egy, valakinek kettő, valakinek 200, valakinek 10 000, valakinek több millió. És nyilván kit hogy használ Isten, de tudod, miért ne lehetne egy szellemi gyereket, akit mondjuk te viszel a mennybe, aki majd aztán megköszön neked, hogy milyen jó bizonyságot tettél, és ő el tudja mondani, hogy nekem te vagy a szellemi apám vagy anyám, és neked köszönhetem, hogy hívővé lettem, úgyhogy így tud ez működni a gyülekezetben, tehát emberek, akik bizonyságot tesznek, befektetnek emberek életében, aztán lesznek hívővé, aztán tanítványá, aztán valakik vezetővé vagy misszionárussá, akik benne vannak akár egy gyülekezetben általán csapatban, és aztán egy új gyülekezet alapul, jó? Úgyhogy csak akartam, hogy ezt lássátok, hogy itt Békés Csabán ugyanez a terv. Tehát ha ez nem volna, akkor a gyülekezetünk igazából nem érné el a célját. Tehát kicsit túl kell lássunk azon, mint hogy a vasárnap Isten tiszteletek, hogy minden vasárnap itt vagyunk, tehát hogy kell, hogy lássuk magunk előtt, hogy e felé haladunk. Hogy jöjjenek hívők, sokszorozódjanak hívők, tanítványok, vezetők, és aztán még egy gyülekezetet plantálunk. Lehet, hogy Békés Csabán, lehet, hogy Mezőberényben, lehet, hogy Gyulán, ahogy Isten adja. Jó? Úgyhogy erről beszéltünk, és volt ez az 5 lépés, nem tudom, hogy emlékeztek-e még rá, vagy mit néztünk meg, ahogy így haladunk e felé. Jó? Mert ez most ilyen nagy képnek tűnhet, nem? Hogy fú, hogy valahogy nekünk ez egy nagyon nagy falat. De hogy mik azok a lépések, ahogy elfelé haladhatunk a személyes életünkbe, a személyes ítéletünkbe. Ugye mi volt az első? Döntések. Igen, tehát hitbeli döntések. Ugye beszéltünk vasárnap erről, hogy a Kairosz pillanatot fölismerjük. Isten szólt, Isten megérintett, Isten hív valamire, és hozzuk egy hitáltali döntést. Ugye? Tehát így tudunk belelépni a nagy küldetésbe Isten elhívásába, hogy igenis döntéseket hozunk. Már nincs döntés, akkor nem megy az életünk sem erre. Akkor nem megy az autó. Ezt értitek? Hogy a döntések hiányában a hívő nem fog lépkedni előre. Jó, és mi volt a következő? Intenzív, tüzes hit. Ugye ez nyilván következik egymásból, ugye ezt mondtuk, hogy ezek a folyamatok úgymond majd lépések következnek. Tehát ahogy hitáltal lépés, tehát döntünk, lépünk egyet az Úrral, egy idő után tudod azt fogjuk tapasztalni, hogy egy izzó, tüzes hitünk van. És ugye mondtuk ezt, hogy ezt a tüzet táplálni kell. És a hívő papnak ez a felelősség, ez a feladat, hogy táplálja ezt a tüzet. És mondtuk ezt, hogy igazából minden prédikáció, minden Isten eltöltött idő, minden szolgálat vagy bizonyságtétel táplálja ezt a tüzet, ezt a szellemi tüzet. Jó, és utána mit mondtunk? Ajándékok használta, ugye? Igen, amikor ízzik bennem az Úrnak a tüze, ez a hit, utána nyilván vágyom lesz arra, hogy járjak az ajándékomba. De ugye mondtuk ezt nem, hogy járnék az ajándékomba, hogyha nincs bennem egy tüzesen izzó hit. Akkor nem fog jönni belőlem a vágy, hogy én szolgáljak, hogy járjak az ajándékomba. És utána mit mondtunk?
Örömteli áldozathozatal. Igen, örömteli áldozathozatal. Tehát hajlandó vagyok az Úrért áldozatokat hozni, akár az időmbe, akár a pénzügyembe, akár hajlandó vagyok, lehet, hogy befogadni mondjuk egy hajléktalant, nem? Ez lehet egy áldozathozatal számunkra, egy családként. Hajlandó vagyok tudod valakiért elszenvedni valamit, hogy Isten használhasson engem. Aztán lehet, hogy hajlandó vagyok később költözni, hogyha van egy csapat, aki megmondjuk valahova, Csorvásra, vagy bárhova. Ez már egy nagy lépés, de ugye azt mondtuk, hogy ez ott kezdődik, az örömteli áldozathozatal, hogy mondjuk az igazamról lemondok. Akár egy ilyen gyülekezeti beszélgetés során, akár egy családi vita során, akár a házastársammal beszélgetek, és van egy nézeteltérés. Hajlandó vagyok lemondani, örömteli áldozathozatal. Én ezt bátran megteszem, mert nem kell, hogy mindig nekem legyen igazam. Jó? Tehát, hogy ennek meg kell történnie ahhoz, hogy Isten tudjon használni minket. Már nem vagyunk készek áldozatot hozni, akkor Isten hogy adjon nekünk növekedést. Jó, és aztán mondtuk utána ugye, hogy harcias hozzáállás. Most nem békeidő van, hanem nyugi van, nem kell berendeznem a lövészárkomat, ugye kidíszítem kis ez a fényfüzérrel, meg képeket rakok ugye, a lövészárokba, miközben golyók cikáznak körülöttem. Úgyhogy igen, Istennek most ez a hívása felénk, hogy haló, ébredj föl, most a háború ideje van, folyik a harc az emberek lelkiért, emberek elvéreznek mellettünk, emberek mennek a pokolba, nem lehet egy ilyen békeidős hozzáállása most Isten királyságába, mert akkor egyszerűen beleszünk csapva, és a sátán eléri az, hogy mi kérjünk iktatva a szellemi háborúból. Jó, tehát szükséges egy ilyen harcias hozzáállás. Isten katonái vagyunk. Isten hadseregében benne vagyunk. Jó, és akkor ha ezek megvannak, akkor tudunk előre lépkedni ebben a nagy küldetésben. Úgyhogy gyülekezetünk eléri a célját. Jó, úgyhogy, igazából két rövid témát hoztam már, nem lesz hosszú, és a Gyuri vagy bármelyikőtök, hogy úgy érzitek, hogy mennetek kell, nyugodtan menjetek, jó, tehát felállhattok, elmehettek. Igazából úgy tervezem, hogy olyan 8:30-9 körül végzünk, jó? És akartam beszélni, nem sokat, de úgy gondolom, hogy fontos beszélni kicsit a gyülekezet vezetésről, mert nyilván lehet emberek fejében káosz ezzel kapcsolatban, vagy nem biztos, hogy vannak igei meggyőződéseik erről, hogy mondjuk el gyülekezetvezetés, vagy hogy működik biblikusan ez a gyülekezetvezetés, milyen szinteken működik a gyülekezetvezetés, hogy álljak ehhez hozzá, úgyhogy erről beszélünk egy kicsit, és utána egy pár percet szünetet tartunk majd, egy 3-4 perc mondjuk jó, hogy tudom, hogy kivesem menni WC-re, vagy szusszanni egyet, utána meg beszélünk kicsit a rendelésekről, meg a szertartások, amiből ugye beletartozik a keresség, úrvacsora, és valaki belesorolja még a lábmosást is, ezt is meg fogjuk nézni majd, jó? Meg olyanokat, hogy imádkozni betegekért, vagy felajánlást szedni, és fogunk egy kicsit beszélni magáról az Isten tiszteletről, a prédikációról, meg a dicsőítésről, jó? Hogy ilyen részek vannak a gyülekezetben, és hogy kell ez hozzáállni, hogy néz ki a biblikus modell ezekre, milyen hozzáállással kell legyünk ezekhez, jó? Vagy mi a célja mondjuk egy dicsőítésnek, vagy a prédikáció, a kenet, hogy működik. Ja, úgyhogy kicsit erről beszélünk, hogy jó, hogy magára az Isten tisztelet menetéről, vagy a részeiről, meg a rendelésekről, amit Jézus ugye hagyott a gyülekezetre, és most csak átnézzük egy kicsit így a vezető előjárók témakörét, jó? Úgyhogy tehát azt látjuk világosan az igéből, hogy beszél kétféle csoportról. Az egyik az előjárók csoportja, amit olykor presbiternek mond, olykor püspöknek. Nyilván vannak viták ezzel kapcsolatban, hogy most ezek között vannak különbségek, de most
Én úgy tanítom nektek, hogy végül is ezek azok, akik a gyülekezet élén járnak, tehát előjárnak. Végül is a funkcióban és szerepben ezek ugyanazt jelentik. Jó, tehát püspök, presbiter, hogy előjár, hogyha ilyet olvas az igébe, akkor erről van szó, akik a gyülekezet élén járnak, akik úgymond az őrizői a nyájnak, akik úgymond a lelki és tehát a nyájnak a lelkére figyelnek, és úgymond ők kormányozzák a gyülekezetet, tehát döntéseket hoznak. Ők vezetik úgymond a gyülekezetet, olyan értelemben is, hogy akár fegyelmezés, vagy akár kimondani dolgokat, vagy ajándékokat, fölismerni, beállítani embereket szolgálatba. Ez körülbelül a feladatkör egy az előjárónak a presbiteri püspök. Úgyhogy nézzünk meg egy pár részt erre. Úgyhogy a 1 Timotheus 3-ban ír a püspökökről, és aztán a diakónusokról, és aztán az 1 Timotheus 5-ben ír még a presbiterekről. Jó, tehát itt leírja úgymond a kritériumokat, hogy hogyan lehet valaki előjáró, hogyan lehet valaki püspök, és ez fontos, mert nem lehet akárki. Tehát itt fontos megérteni azt, hogy, és sokszor ezt nem érti gyülekezetekbe, hogy Istennek végtelen kegyelme van mindenki felé, és nincs semmiféle károsztatás senki felé. Amikor valaki egy vezetői pozícióban van, ott mások a paraméterek. Tehát ott nem ugyanaz a felelősségi szinten van, mint egy embernek a gyülekezetben, aki csak ott van. Tehát úgymond te nem engedhetsz meg magadnak olyan dolgokat, ami lehet, hogy nem jár olyan nagy problémával, vagy következménnyel, mint hogyha egy egyszerű gyülekezeti tag követne, mondjuk egy bűnt, vagy bár, tehát megnyilvánulást, akár szavakba, akár hozzáállást, tehát vannak kritériumok, arról, hogy lehet valaki előjár, hogy lehet valaki presbiter, hogy lehet valaki püspök, hogy járhat úgymond a gyülekezet élén, mert neki az életével példát kell adnia. Tehát őt úgymond akkor követi emberek, hogy az életében példát tud mutatni. És most nem menjünk bele, ebbe olvassuk fel, ez jó. A 1 Timotheus 3:1-től, hogy igaz beszédez, ha valaki püspökségre törekszik, szép feladatra vágyik. Szükséges tehát, hogy a püspök legyen feltetetlen és feleségű férfi. Megfontolt, józan, tisztességes, vendégszerető. Tanítása alkalmas, nem részeges, nem erőszakos, hanem megértő, viszálykodás kerülő, nem pénzsóvár, olyan, aki a maga házanépét jól vezeti. Gyermekeit engedelmességben és teljes tisztességben neveli. Mert ha valaki a maga házanépét nem tudja vezetni, hogyan fog gondot viselni Isten egyházára? Ne újonnan megtért ember legyen, nehogy felfogalkodva az ördöggel azonos ítélet alá esik. Szükséges, hogy a kívülállóknak is jó véleményük legyen róla, nehogy gyalázatba és az ördög csapdájába essék. Jó, tehát jó lett volna, hogyha van több időn, kifejtettük volna ezeket a jellemzőket. Most ezt rád bízom, jó, ez házi feladat. Vidd haza és nézd meg ezeket a jellemvonásokat. Akár egy pár mondatot írhatsz mindegyikről, hogy mit jelent ez, mit takar, úgymond ez a kritérium. Mert így jó ezeket megnézni. És talán így kétféle csoportba lehet ezt így csoportosítani. Az egyik az ő magánélete, hogy milyen az ő saját élete, hogy vezeti a családját, milyen személyiségű, és a másik csoportban tehát ugye ezt említi, hogy ne legyen friss megtért, tehát hogy a másik pedig a szellem életére vonatkozik, hogy egy érett ember legyen, aki tud tanítani is másokat, aki nem egy újonc a gyülekezetben, hanem ismeri az igét, ismeri Krisztusnak a tanítását,
és úgymond alkalmas arra, hogy egy pozícióba álljon. Jó, tehát két része van önnek, az egyik a szellemi része, a másik pedig az ő hétköznapi élete, hogy érje ezt. Jó, úgyhogy nyugodtan vidd haza, nézd meg ezeket, milyen jelenvonások vannak. Jó, tehát látjuk azt, hogy tehát nem akármilyen kritériumok vannak valakinek, aki előjáró, valaki, aki püspök. Oké, tehát azt még így hadd fűzzem hozzá, jó, hogy úgy gondolom, az ideális gyülekezetvezetési modell úgy néz ki, hogy van egy lelkipásztor, aki vezeti a nyájat, és alatta vannak előjárók, egy pár előjáró. Így működik a mi gyülekezetünk is, tehát a Biblia szóval ez a modell, úgymond az elterjedt. És úgy gondolom, hogy talán ez tud a legjobban működni. És nyilván ennek a pásztornak jó kapcsolatban kell lennie az előjárókkal, egységkel, hogy legyen köztük. És akkor együtt tudják vezetni Isten nyáját, és úgymond ki lehet osztani részeket, feladatokat, és akkor nem az van, hogy a pásztor visz mindent, hanem vannak a gyülekezet élén előjárók. Ugye Szegeden úgy működik, hogy van három előjáró plusz pásztor, csak így vannak négyen, és nagyon jól működik. Úgyhogy... Oké, de az fontos megérteni, hogy nem minden gyülekezetben van lelkipásztor. Mert lehet, hogy éppen nincs egy olyan ajándék a gyülekezetben, aki merné vállalni akár, hogy vezet egy gyülekezetet. Ez nem probléma, mert tud működni úgyis, hogy mondjuk van két-három előjáró egy gyülekezetben. Én úgy gondolom, hogy szerencsésebb, hogyha van egy ember, aki tudja vezetni a gyülekezetet, de ha nincs, az is biblikus. Tehát lehet az, hogy mondjuk az előjáró, van két-három előjáró, és ők viszik úgymond a gyülekezetnek a terheit, ők vezetgetik a nyáját, nagyon prédikálnak, tehát a gyülekezet élén járnak. De mindenképpen látjuk ezt a modellt, tehát ezt ki akartam hangsúlyozni, hogy olyan modellt nem látunk a Bibliában, hogy nincs vezető a gyülekezetben. Tehát mindenképp kell vezető, mert ugye ezt mondja a példabeszédek 4-ben is, hogy ha nincs mennyei látás, akkor elvadul a nép. Tehát akkor a gyülekezetben káosz lesz, tehát nem tud, tehát nem lehetséges döntéseket hozni mondjuk, hogyha nincs valaki, aki kimondja az ámen. Hogyha nincs mondjuk egy pár előjáró, vagy egy lelkipásztor, aki azt mondja, oké, emberek, erre menjünk, és kimondják a döntést. Úgyhogy legalább, én úgy hiszem, hogy legalább egy embernek kell állnia a gyülekezet élén, mert ez a biblikus. Hogyha elolvasod Titus levelét, azt is hazavihetett, Titus 1-ben beszél arról Pál, hogy ő kiosztotta Titusnak ezt a feladatot, hogy menjen Krétára, és állítson előjárókat minden gyülekezet élére. Tehát Pál úgymond nem hagyott egy gyülekezetet se előjárók nélkül. Tehát ahogy ment, prédikált, gyülekezetet alapított, és ha tovább ment, akkor hagyott ott előjárókat. Tehát semmiképp nem ment úgy tovább, hogy nincs vezetője a nyájnak. Jó, mert tudta, hogy ez nem biblikus, tehát ez nem Isten akarata, hogy nyáj nélkül maradjon egy, illetve pásztor nélkül maradjon egy nyáj. Jó, szóval csak ennyit akartam így hozzátenni, valaki azt mondja, hogy a püspök az egy személy, aki áll a gyülekezet élén, vagy olykor ugye azt hiszem a katolikusoknál ő egy régiót fed le, és mondjuk tehát több gyülekezetet felügyel, de mondják ezt úgy is, hogy a püspök a lelki, aki vezeti úgymond a gyülekezetet, és alatta van úgymond az előjáróság, az előjárói réteg, és utána, oké, most ír utána a diakonusokról, és a diakonusok alatta van az előjáróknak. Jó, tehát hogyha egy ilyen rangsort akarunk hozni, akkor úgy mondjuk, hogy lelkipásztor, vagy hogyha így értelmezzük ezt, akkor püspök, alatta az előjárói réteg, akik a vezetők, tehát a gyülekezet élén járnak, és alattok a diakonusok. Jó, és akkor ezt elolvasom még, hogy mi a kritérium erre. 8-astól, ugyanígy a diakonusok és tiszteletre méltók legyenek, nem kétszínűek, nem mértéktelen borívás sabjai, nem haszonlesők, hanem olyanok, akikben megvan a hit titka, tiszta lelki ismerettel. De ezeket is meg kell vizsgálni, előbb csak akkor szolgáljanak, ha feltetetlenek. Feleségük is hasonló, a tiszteletre méltó legyen, nem rágalmazó, hanem mértékletes, mindenben hűséges. A diakonusok legyenek egyfeleségű férfiak, akik mind gyermekeiket, mind a maguk háza népét jól vezetik. Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. Jó, tehát itt is körülbelül ezek a kritériumok, tehát azt mondja, hogy feltetetlen ember legyen, tehát diakonus se lehetett akárki.
Ugye, hogyha abcsánra megnézzük, ahogy hiszem abcsán 6-ban, amikor kineveztek 5 diakonusokat, akkor ez volt a kritérium, hogy szellemmel, és hittel teljes emberek legyenek. És a diakonus mit jelent? Tudja valamelyikőtök, hogy körülbelül mit mondunk egy diakonusnak? Hát segítő vagy olyas. A szolgálat. Tárgyi dolgok. Igen, tehát a gyakorlati szolgálatoknak a vezető végig is. Ilyen lehet mondjuk a pénzügyi szolgálat, ilyen lehet az asztalkörüli szolgálat, ilyen lehet mondjuk, hogyha van egy nagyobb csapat a gyerekszolgálatban, akkor mondjuk valaki a gyerekszolgálatot vezeti, és lehet, hogy minden ilyen területnek van egy vezető, mondjuk Szegeden van a média felelős, tehát aki az online közvetítés, vagy a hangosítás, vagy ilyenekkel foglalkozik, mondjuk egy diakonus, aki egy gyakorlati feladattal foglalkozik. De azt mondja, tehát itt is az ige, hogy ezek se lehetnek bármilyen. Tehát kipróbált emberek legyenek, akik a hitben már kipróbáltak, és rá lehet bízni egy feladatot. Mert nyilván ezek is valahol a gyülekezet színpadán vannak, tehát az emberek látják őket, és az nem egy jó bizonyság nyilván, hogyha ezek nem példamutató életűek. Jó, és akkor röviden még olvasunk a presbiterekről. A 1 Timóteus 5-ben alapozzatok egyet, és ott a 17-es verstől írjunk. A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek. Elsősorban azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak. Jó, tehát látjuk itt, hogy a presbiter az általában összekapcsolódik a tanító szolgálata. Jó, tehát a tanító vagy prédikáló szó ajándéka. Ez 1 Timóteus 5, 17. Jó, úgyhogy ezt írja az ige, hogy tehát a hívők kétszeres megbecsülésben részesítsék azokat, akik jól beváltak, úgymond az ige hirdetés tanítás szolgálatába. Mert azt mondja az írás, hogy nyugtat őkörnek, ne kösd be a száját, és méltó a munkás a maga bérére. Presbiter ellen vádat ne fogadj el, csak 2 vagy 3 tanú szavára. Akik vétkeznek, azokat mindenki előtt fedd meg, hogy a többiekben is figyelem támadjon. Jó, tehát itt ebből csak annyit akarok kiemelni, hogy látjuk azt, hogy ők kapnak hatalmat anyáj felett, és ezzel kapnak felelősséget is. Jó, és ez miért úgymond arra inti Pál Timóteust, hogy ezek legyenek megbecsülve ezek az emberek. És tudjátok miért? Mert hogyha a presbiterek meg vannak becsülve egy gyülekezetben, és tisztelve vannak, és nem mindig a mérő prédikál, tudod, miért így prédikál, mindig csak zúgulódás van mondjuk a presbiterek felé, vagy egy gyülekezetben van valami feszültség, akkor az fogja eredményezni, hogy maga a gyülekezet is beteg lesz. Jó? Tehát vegyünk például mondjuk egy házasságot. Tehát én akkor vagyok boldog, hogyha a feleségem boldog. Én akkor vagyok egészséges, tehát akkor egészséges a szellemi életem, hogyha a feleségemnek is egészséges a szellemi élete. Értitek? Tehát, hogyha egy gyülekezet nem becsüli meg a vezetőt, a pásztort, vagy az előjárókat, akik tanítanak, akik fáradoznak a tanítói szolgálatba, akkor a gyülekezetnek az egészségi állapota se lesz olyan. Tehát nem lesz jól a gyülekezet, hogyha ott van mondjuk ez a feszültség, ott van valamilyen neheztelés ide az előjárók vagy a vezetők felé. Jó? Tehát Isten igéje azt mondja, hogy ez a biblikus modell, ez Isten akarata, hogy a hívők becsüljék meg azokat, akik tanításban fáradoznak. Jó, és szerint mondja ezt is, hogy nyomtatőkönnek ne kösd be a száját, és előtte azt mondja, hogy kétszeres megbecsülésben, ami ez most az én gondolatom, ezt rátok bízom. Itt ez a nyomtatőkönnek ne kösd be a száját, ezt mások állal mondja, amikor valakit támogatnak anyagilag. Tehát, hogy ők akár anyagilag is legyenek támogatva, akár tanító, akár presbiter, akár gyülekezetvezető, lelkipásztor. Tehát, hogyha valaki fáradozik mondjuk, a gyülekezet szellemi egészségén, tehát táplálva van egy gyülekezet, és jó bevált ebbe a szolgálatba, akkor legyenek ők megbecsülve. Tehát ilyen módon is nyilván csak képzeljétek el, hogy van egy 50 fős gyülekezet, és van mondjuk 2-3 lelkipásztor, és a gyülekezet nagy része dőzsöl, és tudod, mindenki jól megvan, és nagy autóval jönnek a gyülekezetbe, és a tanító presbiterek meg, mit tudom én, biciklivel jönnek, meg tudod, minden nap, minden héten kölcsön kell kérniük, mert szűkölködnek anyagilag. Tehát ez nem dicsőséges, ez nem Isten akarata. Tehát, hogyha valaki
a szellemi értelemben szolgálsz, mennyivel több nem, mint valaki egy fizikai munkát végez, tehát itt örökké való munkáról van szó. Tehát, hogy ezek az emberek legyenek megbecsülve a gyülekezet által, tehát legyen gondot viselve az ő sorsuk. Jó, tehát én ezt gondolom, hogy ezt jelenti ez a kettős megbecsülés, hogy anyagilag is a gyülekezet megbecsülés támogatja őket, és nyilván szívben is, hozzáállásban is, és akár ahogy a gyülekezet viszonyul az előjárókhoz, és ahogy tisztelik és megbecsülik. Jó, úgyhogy ennyit a presbiterekről, illetve még fel akartam nektek olvasni egy igét. Ez a Zsidók 13.7-ben van, itt is igazából csak megerősíti ezt a gondolatot, amit most mondtam, jó? Hogy lássátok ezt, hogy ez így ott van az igében. A Zsidók 13.7 azt mondja, hogy ne feledkezzetek meg a ti vezetőitekről, akik Isten igét hirdetik nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. Jó? Tehát itt látjuk azt, hogy úgymond egy komoly felelősség van azokon, akik az igét hirdetik, akik előjárók egy gyülekezetben, mert nem élhetnek akárhogy. Tehát szeretnéd látni, hogy mik a gyümölcsőjának, amit ő hirdet, akkor nézd meg az életét. És így, hogyha neki nincs egyensúlyban, nincs harmóniában az, amit hirdet és ahogy él, akkor lehet, hogy így után nem sokan fogják követni. Jó, tehát az életükkel is példát adnak, és legyenek megbecsülve, ne legyenek elfelejtve. Jó, és ugyan itt a 17-es versben, ezt meg tudod könnyen jegyezni, hogy az egyik a 7-es, másik a 17-es vers, itt a 13. fejezetben azt mondja, bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre, úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel és ne sóhajtozva, mert ez nem válik a javatokra. Jó? Tehát itt leírja azt, amit én mondtam, hogy egy presbiter vagy egy lelkipásztor nincs tisztelve, nincs megbecsülve egy gyülekezetben, akkor ez hosszú távon a gyülekezetnek káros lesz. Tehát nem lesz egészséges a gyülekezet. Jó, akkor tud jól működni egy gyülekezet, akkor lesz egészséges minden tagja, hogyha megvan becsülve az, aki fáradozik a gyülekezet szellemi egészségén, aki táplálja a gyülekezetet. Jó, tehát itt igazából csak ennyit mond, hogy a gyülekezet vezető, ugye most jelen esetben én egy nagyobb felelősséget kaptam, mert nekem nyilván számot kell adnom azzal, hogy milyen szívvel csináltam azt, amit csináltam, mit tanítottam, mennyire voltam hűséges sáfárja, úgymond az Úrnak, és én ezt örömmel akarom tenni, és örömmel is teszem, és erről beszél, hogy hadd tegyék örömmel, mert olyan rossz, amikor egy pásztornak sóhajtozva kell, hogy annyi probléma van a gyülekezetben, és olyan nehéz a testvérekkel, és rengeteg ilyen gyülekezet van, tehát csak ezt akarom mondani, hogy ez egy csoda, amikor egy ilyen gyülekezet van, mint a mi gyülekezetünk, vagy egy egészséges gyülekezet, ahol meg van becsülve egy pásztor, és örömmel teheti a szolgálatát. Jó? Tehát csak ennyit akartam mondani, hogy Isten igény bátorítja a hívőket, hogy ők tiszteljék az előjárókat, vezetőket, és nyilván a vezető pedig figyelmeztetve van, hogy nem bánhat akár, hogy az életében nem taníthat akármit a Jakab 3-ban van ez, hogy ne legyetek sokan tanítók. Tehát a tanítók kétszeres ítéletben vesznek részt, úgyhogy nyilván megvan a felelősség az én részemről, meg megvan a felelősség a ti részetekről, és mindenki azért fog számot adni, amiben felelős. Tehát valószínűleg ti azért fogtok odállni az Úr elé, hogy mennyire tiszteltétek azt, aki a gyülekezetben prédikál, vagy vezet, és én pedig azon leszek számunkért, hogy milyen szívvel csináltam, milyen buzgósággal, és mit hirdettem nyilván, mennyire volt egészséges tanítás az, ami mondom, kijött a számon. Jó? Úgyhogy ennyit akartam csak beszélni erről, hogy a gyülekezet vezetés az egy fontos kérdés az igében, tehát meg kell érteni, hogy így tud jól működni egy gyülekezet, hogyha egy szervezett, jól működő vezetőség van a gyülekezetben. És mondom, szerintem ez az ideális modell, hogyha van egy-két pár előjáró, és van egy vezető lelki pásztor, aki tud tervezni együtt az előjárókkal, a presbiterekkel, tud álmodozni, meg tudja osztani a gondjait. Tehát úgymond van valaki alatta, aki ugyanígy gondolkodik a gyülekezete, ugyanígy szívén vannak emberek a gyülekezetből, és mit tudom, tud delegálni akár feladatokat, amit ő már nem bír el, azt átadja egy előjárónak vagy presbiternek. Úgyhogy igen,
Lehet, hogy ez még a gyülekezetünk előtt áll, de igazából azt gondolom, hogy lehet, hogy csak szervezés kérdése, mert itt vannak érett fiatal, tehát érett férfi emberek, Sanyi, meg Gyuri, te is, meg itt van Márk is, úgyhogy én már gondolkodtam erről a kérdésről, és szeretném, hogyha akár ezen a területen léphetnénk előre, hogy a gyülekezetben lenne mondjuk egy presbiteri réteg, vagy egy előjárói réteg. Mert ez tök nagy áldás a gyülekezetnek, amikor vannak a gyülekezet élén mond férfiak, akik viselik a gyülekezet terheit, és imádkoznak a gyülekezetért, és részt vállalnak különböző szolgálatokban, és ott vannak a pásztor mellett, akik szeretnének segíteni, és részt vállalni a szolgálatból, jó? Úgyhogy ennyit akartam csak mondani, így erről a témáról. Nem tudom, hogy van egy kérdésetek akár így a vezetés témakör, lelkipásztor, vagy gyülekezet kapcsolata, vagy előjáró. Szerintem a diakonusról túl sokat nem beszéltem, de azt mondom, hogy ez egyértelmű, ugye? Tehát emberek, akik megvannak bízva valamilyen fajta vezetéssel, mit tudom én, mint most Sanyi meg vagy bízva mondjuk a médiával, tehát, hogy fölvedd az üzeneteket, hogy lehet Kriszti a takarítással, tehát hogy mégis ez, hogy valakire van bízva egy feladat, amiért ő a felelős. Úgyhogy azt hiszem, hogy erről nem kell beszélni többet, ugye? Hogy a fontos az így világos. Jó, de figyeljetek, hogyha van kérdésetek, beszéltünk utána kicsit erről, hogyha valami nem tiszta számotok lenne a témában, vezetés kérdés, jó? Úgyhogy csak ennyit még fontosnak gondoltam elmondani, hogy ahhoz, hogy legyen egy biblikus képünk a vezetésre, akár pásztorlás, akár előjáróság, egy nagyon, nagyon fontos része a Lukács 22, el tudjátok majd olvasni, ahol Jézus beszél arról, hogy milyen legyen a vezetőnek a szíve, aki a gyülekezet, tehát akár gyülekezetben, vagy akár a szolgálatban, vagy bármilyen módon előjár, illetve bocsánat, nem Lukács 22, Lukács 20-22. Hogy az előző volt egy. Igen, Lukács 22, és a 24-es. Jó, ezt még gyors felolvasom, és akkor utána áttérünk. Azt mondja, hogy versengés is támad közöttük, hogy melyikük a legnagyobb. Ő így felelt nekik, a királyok uralkodnak a népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, ugye a lelkipásztor, olyan legyen, mint a legkisebb. És aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb, az, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Tehát Jézus úgymond bemutatta a helyes vezetési modellt, ahogy kell viselkedni egy pásztornak, egy előjárónak. Tehát itt nem hatalomról van szó. Illetve de hatalomról van szó, és ezzel együtt felelősség. Tehát hatalom és felelősségnek együtt kell járnia. És tehát a gyülekezeti képben úgy néz ki a hatalom, hogy ugye ezt mondta, hogy a világban piramis van, és a piramis tetején ott van a vezető, és a gyülekezet pedig egy fölfordított piramis. Ugye az alján van a vezető, és ő hordozó, úgymond a terheket, ő viszi a hátán, úgymond a látást, ő viszi hátán a problémákat, és ő neki kell úgymond a legnagyobb szolgának lenni. Tehát, hogyha ez ideális kép, hogyha belép valaki egy gyülekezetbe, és tudod, látja, hogy valaki sűrű, pattog, forog, beszélget emberekkel, teát főz, hozza az újaknak, és tudod, egy szolga, akkor ő a pásztor. Jó, hogy így lehet fölismerni a pásztort. És tényleg én szeretnék jelenni, mert könnyen kialakulhat ez a kép, hogy jó, ő a nagy szent ember, ő a pásztor, és olyan megérinthetetlen ember, ez nem biblikus modell. Tehát Jézus úgy jött, hogy az emberek között volt, tehát megérinthető volt Jézus, ő szolgált, ő most meg az emberek lábát. Jó, úgyhogy csak akartam, hogy ezt értsük, mert könnyen egy torz vezetés lehet így a gyülekezetén, hogyha nem érti meg a pásztor, miről szól a hatalom, miről szól az, hogy ő most felelősséget kapott emberek felé. Jó, tehát ezzel együtt jár. Ha szeretnél püspök lenni, szeretnél vezetni, szeretnél lelkipásztor lenni, akkor ez azt jelenti, hogy te leszel a nép szolga, és te leszel a gyülekezet aljánomban, és te fogod hordozni az emberek terheit,
És ez egy fájdalmas sokszor, és nehéz, de hihetetlen örömteli és hihetetlen áldásokkal van teli, amit nem tapasztalt meg valaki, akinek nincs ilyen hatalom és ilyen felelősség adva. Jó, tehát csak ezt így akartam, hogy értsük azt, hogy ez most nem azt jelenti, hogy ő akkor diktátor és teljhatalma van, és bármit csinál, nem. Tehát egy egészséges modell, ő a szolga, és ő az, aki befektet mások életébe, és szó nélkül végzi a munkáját. Jó, tehát csak így hozzá akartam tenni, hogy egy tiszta képünk legyen így erről.